Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Hálad alkalmunk kezdetén fennállva dicsérjük és magasztaljuk Urunkat, Istenünket. Énekelve a 438. dicséretünk. 438. dicséretünket fogjuk énekelni, a dicséret első verszakát. A 438. dicséretünk első versét kezdődik. Halt, mint zeng az egész ég. Elfoglalva. Dicsérjük és magasztaljuk tovább Urunkat, Istenünket, énekelve a 194. dicséretünket. A 194. dicséretünket énekeljük a dicséret első három verszakát. A 194. dicséretünk első vers így kezdődik. Dicsőség mennyben az Istennek. Amen.
drága testvérek, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére. Felolvasom előttetek Istennek igéjét, úgy, ahogyan megirattatott számunkra Lukács evangéliumában. Lukács evangéliumának a második fejezetében. A második fejezet 15. versétől a fejezet 20. verséig. Kérem a gyülekezetet, Isten igéjét alázatos szívvel, és figyelmesen hallgassátok végig. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. És amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a gyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Isten mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Legyen áldás és áldott életünkben a meghallgatott ige üzenet, hogy teremjünk sok gyümölcsöt Istenünk nagy nevének dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Mi nem tudunk olyan szépen dicsőíteni téged, mint az angyali seregek. De tudjuk, hogy kedves előtted a mi dicséretmondásunk. Magasztalunk karácsony csodájáért. Azért, hogy lehajoltál értünk Jézus Krisztusba, és ő valóban a mi szabadítónká lett. Köszönjük azt is, Urunk, hogy a sötétségből a te csodálatos világosságodba, országodba akarsz átvinni mindnyájunkat. Kérünk, add szívünkbe a vágyat, hogy ne akarjunk a sötétségben maradni, hanem elfogadjuk a világ világosságát, az utat, az életet és az igazságot, Krisztust. Segíts, Urunk, hogy el ne vonjam most semmi, ami figyelmünket rólad. Megváltó Urunk, Jézus Krisztus. És a te testi lételed csodája, a karácsony esemény lényege, hadd jöjjön közelebb hozzánk, hadd legyen egészen világos számunkra. Váljék személyessé ez a csoda, hogy valóban a te életed bontakozzék ki bennünk, és így mehessünk tovább a mi. Urunk Istenünk, a te szent lelked vezetési ajándékod nekünk. Szenteld meg a mi együttlétünket, alkalmunkat, szívünket, az igére való figyelésünket. Krisztusért. Amen. Drága testvérek, szeretett gyülekezet, énekeljük fennállva a 201. dicséretünket. A dicséretünk A változatát fogjuk énekelni. A 201. dicséretünk első két verszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik. Krisztus Urunknak áldott születésén.
testvérek, szeretett gyülekezet! Az igemelynek alapján ez alkalommal hozzátok szólani kívánok Isten szent lelkének a segítségül hívása által. Megvan írva már olvasott ige szakaszunkban, Lukács evangéliumában. Lukács evangéliumának a második fejezetében. Második fejezet 16. versében. Következőképpen. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Foglaljuk el helyeinket. Nagy szeretettel köszöntöm karácsony ünnepének második napján a mi gyülekezetünk tagjait, és mindazokat, akik az interneten keresztül követik nyomon ezen a mai napon ezt az Isten tiszteletet. Drága testvérek, Isten kegyelméből sok minden van már mögöttünk, az ünnep várásából és magából az ünnepből. Hálás szívvel emlékezünk vissza az adventre, készülődés csodálatos időszakára, az ünnepvárás érzésére és izgatottságára. Élénken élnék bennünk a szentestei igei alkalom, amikor meghatott, tiszta és szent érzésekkel magasztalhattuk a mi Istenünket, az ő kimondhatatlan ajándékáért, Jézus Krisztusért. Felemelő volt közösen énekelni, csendessé, szentségesé. Hallani a mennyei sereget sokasságának a dicséretét. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Áldott alkalom volt az ünnep első napján az úrvacsorai közösség, amikor kérhettük és kaphattuk Istenünk bocsánatának jegyét és zálogát Jézus Krisztus által. És így érkezhettünk meg mai naphoz, az ünnep második napjához. Adatok nekünk egy újabb igei alkalom, hogy a karácsony üzenetében elmélyüljünk, hogy Isten szeretetében meggazdagodjunk, és megragadjuk mindazt, amit magunkkal tudunk vinni az ünnep csodájából, az ünnep ajándékaiból. Drága testvérek, ünneplő gyülekezet, a karácsonyi történetet nagyon jól ismerjük. Szinte minden mozdulatával tisztában vagyunk, hiszen hány és hány karácsony van már mögöttünk, hány és hány istentiszteleten voltunk itt csodás ünnepen. Ismerjük jól a karácsonyi történetet. Ismerjük az Isten ígéretét, amely elhangzott már a teremtés hajnalán arra nézve, hogy megváltót és szabadítót fog adni. Tudjuk, hogy hogyan jelentettek Isten az ő angyal által Máriának, hogy fiút fog szülni, akit nevezzen majd Jézusnak. Ismerjük Jézus születésének a körülményeit. Nem volt számára hely a vendégfogadó házaknál, és ezért egy istállóban, egy jászolban kell megszületnie. Tudjuk azt is, de a betlehemi mezőkön a nyájukra vigyázó pásztorok voltak azok, akiknek az életében először felhangzott az örömhír. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És ismerjük a napkeleti bölcseknek a történetét.
hogyan indultak el a csillag vezetése alatt, és hogyan érkeztek meg a betlehemi jászolbölcső mellé, hogyan hódoltak a megszületett gyermek előtt. Ünneplő gyülekezet, a karácsonyi történetet nagyon jól ismerjük. De vajon hisszük-e teljes szívvel, hogy mindaz, ami le van írva a Bibliában Jézus születéséről, az valóság és igazság. Hogy valóban így történt minden. Hisszük azt, hogy az ige testélet. Testélet értünk, testélet értem a teremtett világért, a teremtett emberért, hogy az ember el ne veszem, el ne kárhozzon, hanem ingyen kegyelemből Krisztusért örök életet nyerje. Hisszük-e azt, hogy a teljes írás Istentől ihletett? És hisszük-e azt, hogy ami elhangzik ezen a mai napon, és elhangzott ebben az ünnepben, drága testvérek, az nem más, mint Isten életet adó, örök életet adó, drága szava. Mert testvérek, nem elég a tudás, nem elég az ismeret, ha nincs bizonyosságunk, ha nincs meggyőződésünk, ha nincs igaz élő hitünk. A Heidelberg K.T. azt mondja, az igaz hit nem csak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjez benne, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz. Ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus érdeméért. Tudunk-e ma ilyen igaz hittel, ilyen drága bizalommal megállni Istenünk előtt, és magasztalni őt az ő legdrágább ajándékáért, Jézus Krisztusért. Mert ezen múlik, drága testvérek, hogy lesz-e, van-e áldott karácsony, és ezen múlik, hogy lesz-e egykor majd örök életed. Ünneplő gyülekezet a karácsonyi történetből felolvasott ige által hadd emeljem ki a pásztorok magatartását. Azt, hogy hogyan fogadták Istennek kijelentését, az angyali híradást a megváltó születéséről. Komolyan vették. Készek voltak azonnal indulni, azonnal mozdulni, és engedelmeskedni a hívásnak. De mi az az üzenet ezen a mai napon, amit Isten számunkra rajtuk keresztül elkészített? Mi az, amit példaként láthatunk meg az ő életükből? És mi az, ami számunkra is áldott tanítás kell, hogy legyen? Négy dolgot szeretnék kiemelni a pásztorok magatartásából, ami számunkra is útmutatás kell, hogy legyen az Isten felé, az örök élet felé vezető úton. Az első, hogy a pásztorok pontosan tudták, hogy kitől érkeztek az angyalok, és azt, amit mondtak, Isten üzeneteként fogadták. Úgy is mondhatnám, Istenre figyelő emberek voltak. Azok a pásztorok, akik a zsidó rituális törvények szerint nem feleltek meg a tisztasági törvényeknek, tisztátalannak számítottak, és ezért nem mehettek be a jeruzsálemi templomba sem, és nem vehettek részt az Isten tiszteleteken. Isten mégis úgy döntött, hogy ők lesznek az elsők, akik hallanak majd a megváltó születéséről. Ők lesznek az elsők, akik
a hosszú messiási váradalom végét megláthatják. És testvérek, ez nem lehet véletlen. Isten nagy kegyelme és szeretete az, hogy a megvetettek, a lenézettek és a kitaszítottaknak szól először az örömhír. A pásztorok reakciója nem csodálkozás, nem hitetlenkedés, hanem örvendező szívvel fogadják Isten kijelentését, a messiás megszületését. Készek voltak befogadni az evangéliumot. Készek voltak feltételek nélkül hinni Isten szavának. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ti mennyire vagytok Istennek figyelő emberek? Mennyire vagytok készek befogadni Istennek igéjét, Istennek szavát, örök életet adó beszédét? Vajon látjuk-e Isten munkáját az életünkben? Látjuk-e Isten keze nyomát? Látjuk-e mindenben, vagy csak olykor-olykor felkapjuk a fejünket? Néha azt látjuk, hogy Isten cselekszik és munkálkodik, máskor pedig a saját kezünkbe veszük az irányítást. És úgy gondoljuk, én is tudom. Én is el tudom dönteni, én is látom a helyes irányt, a célt, hová akarok eljutni. De tudjuk, hogy a mi emberi elképzeléseink, vágyaink, bűneink hová vezetnek bennünket. A halálba és a kárhozatba. Mert tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál. A meg nem bánt bűn zsoldja a halál. Nekünk szükségünk van Istennek szavára, Isten megmentő üzenetére. Arra, hogy Isten átjárjon bennünket az ő igéjével, betöltsön bennünket, újjá szüljön fiában, Krisztusban. Új életre és örök életre. Készek vagyunk-e feltételek nélkül hinni Isten szavának, elfogadva azt? Vagy lefoglalnak bennünket a mi problémáink, örömeink, a mindennapi kenyérharcok, vagy éppen egzisztenciális kérdéseik? A pásztorok magatartása megszégyenít bennünket. Mert milyen sokszor nem tudjuk, nem akarjuk komolyan venni Isten szavát. Valahogyan nem akarjuk magunkat ott látni Isten üdvözítő tervében. Hogy egyszerűen csak lemondunk magunkról. Lemondunk az üdvösségünkről. Azt gondolva, hogy az én életemben már Isten sem tud változást hozni. Már Isten sem tud csodát tenni. Drága testvérem, érzed-e azt, hogy ezen az ünnepen maga az élő Isten szól hozzá? Tudod-e ma a hirdetett igét Isten neked szóló üzeneteként fogadni, elvenni? Ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy ne csak egy legyél a sokból itt ebben a hajlékban. Légy az, akit Isten megszólít. Légy az, aki térdet és fejet hajt az ő akarata, megváltó szeretete előtt. Légy az, akit Isten újjászül az örök élet számára. Fontos meglátnunk a pásztorok életéből, magatartásából, hogy azonnal cselekvésre indultak. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve. Érdekes, hogy nem kezdenek el tanakodni. Hogy vajon mit élünk együtt? Higgyünk ennek a beszédnek, ami szinte hihetetlennek tűnik, mindaz, ami velük történt, mindaz, amin keresztül mentek. Gondolhatták volna azt, hogy csak káprázik a szemük. Érzékszerveik csalják meg őket. De nem. Ők azonnal tudták,
hogy mit kell tenniük, azonnal indulnak. Azt mondja az igénk, sietve. Most tényleg ez a szó annyira szíven üt bennünket ezen a mai napon. Hiszen ez a sietve azt is jelenti, hogy időben, azt is jelenti, hogy ideje korán. Most, amikor Istennek terve van vele, most, amikor hangzik Istennek életet megmentő szava, nem akkor, amikor ráérek, nem akkor, amikor majd belefér az időmbe, nem akkor, amikor én majd jónak gondolom. Emlékszünk bizonyára, hiszen ismerjük a húsvéti történetet is, hogy húsvét hajnalán az asszonyok korán reggel, hajnalban sietve indulnak Jézus sírjához. Szinte rohannak, hogy minél hamarabb odaérjenek. Az Isten gyermekeit minden időben jellemzi. Kell, hogy jellemezze ez a sietség. Vajon téged, testvérem, jellemezze? Vajon ott van-e benned ez a fajta sietség életed hétköznapjaiban, vagy éppen életed ünnepeiben? Hogy amikor hallod Istennek szavát, akkor gondolkodás nélkül cselekvésre indulsz, nem késlekedve, nem halogatva, mert tudom, hogy az életem, az örök életem múlik az Istennek való engedelmességen. Karácsony előtt mai ember is sietve megy. Szinte rohan, hogy elintézhesse az ő bevásárlását. Annyi a teendő. Ajándékot venne a gyerekeknek, szeretteinknek, barátainknak. Beszerezne a karácsonyfát, a díszeket, elkészítene az ünnepi ebédet, megvenne hozzávalókat, elvégezne a nagy takarítást, idejében feladna az üdvözlőlapokat, és lehetne még a sor hosszan folytatni. Olyan sok elvárás van velünk szemben. Szinte egy kényszer alatt cselekszünk karácsonyra készülődve. Annyi igény fogalmazódik meg velünk szemben, akár a családunk részéről, szeretteink részéről, vagy éppen a világ fiainak a részéről. Tudom, mindez hozzátartozik a karácsony ünnepéhez. De vajon közben nem feledkezünk meg a lényegről? Vajon testvérek, mi meddig megyünk el a karácsony evangéliumának a megértésében? A pásztorok elmentek egészen Betlehemig, a jászolbölcsőig, a megszületett gyermekig. Mi meddig megyünk el? A bevásárlóközpontig? A családi hajlékig? A terített asztalig? Esetleg a templomig? El tudunk-e menni Krisztusig? Oda borulni az ő jászol elé? Áldva és magasztalva őt a testélétel csodájáért, megváltó szeretetéért. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni a történetből, az, hogy a pásztorok mindnyájan elmentek Betlehemig. Az ige nem mondja azt, hogy néhányan ott maradtak, néhányan pedig elmentek. Az ige azt mondja, mindnyájan elmentek. Mennyire szükségünk van arra, hogy ezt a magatartást mi is megtanuljuk a pásztoroktól, különösen a mi családunkra nézve. Hiszen milyen szomorú azt látni, még a legnagyobb egyház ünnepeinken is, nem is beszélve az egyszerű hétköznapokról, hogy sok családból csupán egy-egy ember, egy-egy személy, egy-egy családtag vesz részt az Isten tiszteleteken.
Mennyivel másabb lenne a mi családi közösségünk. Mennyivel másabb lenne a mi ünneplésünk. Mindnyáján elmennénk a templomig, Betlehemig, Krisztusig. A családtagok együtt tudnának imádkozni. A családtagok együtt tudnának hálát adni. Ha nem csak családtagjai lennénk egymásnak, hanem szolgatársai is a Krisztusban. Ha testvérekké tudnánk válni a szolgálatban, milyen jó lenne együtt szolgálni szeretteinkkel, családtagjainkkal, az örök élet felé vezető úton. Nem lenne annyi harag, nem lenne annyi indulat, nem lenne annyi veszekedés, nem lenne annyi háborúság. Több lenne a szeretet, a megbecsülés, a tisztelet és a háladás. Drága testvérek, éppen ezért örültem nagyon. Karácsony szentestei Isten tiszteletünkön, hogy sok teljes család volt jelen az alkalom. Itt voltak a férjek, a családapák, a nagyapák, hitveseikkel, gyermekeikkel és unokáikkal együtt. Ünnepet szenteltek. Kérték és kapták Istennek ajándékait. Hiszen legdrágább ajándékát, Jézus Krisztus. Maradjunk meg ezen az úton. Menjünk el mind Betlehemig. Jussunk el Isten mennyei országáig. Testvérek, a történet egyik végkifejlete, hogy a pásztorok megtalálták Józsefet, Máriát és a jászolban fekvő kisgyermeket. Vajon, testvérem, te ezen az ünnepen megtaláltad-e a testélet ígét, a világ világosságát, aki megváltást, szabadítást hozott a világba, aki elvette a kározatnak erejét, és győzött a halál felett. Aki által boldogan vallhatjuk Pál apostollal együtt. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? De hálád Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, Jézus Krisztus által. Karácsonykor nem csak a betlehemi jászolig kell eljutnunk, hanem a golgotai keresztet, a nyitott sértést látnunk kell, az érettünk hull a drága vért, a megmentő szeretetet. Hiszen így lesz teljes a megváltás, és így lesz teljes a mi karácsonyi ünnepünk, ünneplésünk. Legyen miénk már ma az a boldog felismerés, hogy Istennek megváltott gyermeke vagyok, Jézus Krisztus által. Mert milyen más így élne az életem, amikor már nem csak a mának élek, amikor már nem csak a világnak élek, nem csak ösztöneimnek, vágyaimnak élek, hanem élek Krisztusnak. Mennyivel több lesz így a békesség a szívemben, mennyivel több így az öröm, mennyivel kevesebb a rettegés és a félelem. Amikor már tudom azt, hogy honnan jövök és hová megyek. Amikor tudom azt, hogy ki vár engem az útnak a végén. Vár az atyai hajlék, ahol számomra elkészített hely van. Ahol az én megváltó Krisztusom, az ő testélétele, az ő kereszthalála, feltámadása után felemeltetett. Elment, hogy számomra helyet készítsen. És jó azt tudni. Jó azt ma belekiáltani a világba. Igen, ott már minden készen van. És ha én ezt tudom, ha én ezt vallom, akkor már nem féltem az életemet úgy, mint a világ fiai, akik Isten nélkül élnek. Oda tudjuk tenni Isten kezébe az életünket. Rá tudjuk magunkat bízni, életünk idejét, mert tudjuk, hogy Isten által mindennek rendelt ideje van. Rendelt ideje van a születésnek. Rendelt ideje a meghalásnak.
rendelt ugyan az örömnek és a szomorúságnak. Mindennek rendelt ideje van. És életem idejét az aggodalmaskodásom által még egy arasznyival sem tudom meghosszabbítani. Milyen áldott dolog, amikor rábízom magam Isten megmentő szeretetére. Amikor tudom, hogy hová fog engem bevinni, bevezetni. És tudom, Isten kegyelme és szeretete örökké való az én életemben. És mindezt Krisztusban adta nekünk. Mindezt Krisztusban ajándékozta a teremtett világnak. Drága testvérem, megtaláltad-e már ezt a Krisztust? Tiéd-e már az a bizonyosság? Vagy valami eltakarta előled a lényeget, a külsőséget, a megszokások, a hagyományok? Ajándékozzon meg ma bennünket, ami mindenható Istenünk ilyen pásztor hittel. Ahogyan az egyik régi szép népi énekünk mondja a bajja, hogy mi is az angyalokkal, az egyszerű pásztorokkal dicséretet mondhassunk. Régen várt messiásunknak, a mi édes Jézusunknak dicsőség kiálthassuk. Karácsonykor a legszebb, legdrágább ajándék új életre születni. Krisztus hordozóvá lenni, Krisztus hordozóvá válni. Én kívánom azt, hogy ez az ünnep nem múljon el a mi életünkben nyomtalanul. Hagyjon nyomot a mi szívünkben. Hagyjon nyomot a mi lelkünkben. Fogadjuk el Istennek üdvözítő tervét rejánnézni, és engedjük, hogy munkálkodjon bennünk. Alázzuk meg magunkat az ő hatalmas keze alatt. Üresítsük meg magunkat, hogy be tudjon bennünket tölteni az ő szeretetével, irgalmával, bocsánatával, és azzal, akit adott megváltásunkra, adottam örök életünkért. Amen. Drága testvérek, ünnepünk gyülekezet, választunk Istenünk megszólító ige üzenetére, énekelve már megkezdett 194. dicséretünket. A 194. dicséretünket énekeljük a 4. és 5. verseivel. Ó Jézus, nevess meg bennünket!
Istenünk, drága mennyi édesatyánk, Jézus Krisztus által. Hálás a mi emberi szívünk mindazért, amit kaptunk és kaphattunk tőled karácsony áldott és szent ünnepében. Hálás a szívünk, Urunk, a te ajándékaidért. A legnagyobb, legdrágább ajándékodért, Jézus Krisztusért. És azért, hogy ő valóban ajándék lehetett számunkra. Valóban betöltötte a mi ünnepünket, betöltötte a mi templomunkat, és betöltötte és betölt a mi szíveinket. Urunk, add, hogy ne csak ideig, óráig lakozhasson a mi szívünkben. Ne csak ideig, óráig ragaszkodjunk hozzá, ne csak ideig, óráig hívjuk magunkkal, vegyen örök szállást a mi szívünkben. Szüljön bennünket újjá. Változtasson meg bennünk mindent. Győzzön le, törjön össze, hogy újjá lehessünk a neki való életre, vele való közösségre, és újjá lehessünk az örök élet számára. Urunk, köszönjük, hogy úgy szereted ezt a világot, és szereted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat adtad érte, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, mi megvalljuk ma együtt, egy szívvel, egy lélekkel, hiszünk benned, és hiszünk abban, akit elküldtél. Hisszük azt, hogy megváltott ezt a világot. Hisszük azt, hogy testé lett életünk. Hisszük azt, hogy a Golgota keresztjén elvégeztetett életünk. Hisszük, hogy üres a sír. És hisszük azt, hogy ott van a mennyei hajlékban, az örök dicsőségben, és számunkra helyet készített. Számunkra, Urunk, akik talán meg sem érdemeljük. Mert a szívünk olyan sokszor kemény marad. Olyan sokszor fordítunk neked hátat, Urunk Istenünk. Olyan sokszor hallgatunk, amikor szólnunk kellene. Olyan sokszor maradunk tétlenek, amikor indulni, vagy éppen sietünk kellene. Mert a felkínált kegyelem adatik nekünk. És sokszor nem élünk ezzel a kegyelemmel. Sokszor visszaélünk ezzel a kegyelemmel. Mégis szeret bennünket. Te mégsem vetsz el bennünket a te színed elől, hanem újra és újra közel jössz hozzánk az egyszerű hétköznapokban, és közel jössz hozzánk a mi áldott drága ünnepeinkben, és biztosítasz bennünket a te örökké való szeretetedről. Urunk, könyörgünk hozzád ezen a mai napon mindazokért, akik még soha nem hallották karácsony evangélium, hogy eljusson hozzájuk is, akár éppen rajtunk keresztül. Könyörgünk azokért is, akik már sokszor hallották, de még mindig nem hallották meg. Nyisd meg az ő fülüket, nyisd meg az ő szívüket. Könyörgünk azokért, akik szívesen itt lennének közöttünk, de nem lehetnek. Könyörgünk a betegeinkért. Adj a szívükbe békességet, reménységet. Kiáltunk hozzád a gyászolókért. Különösen azokért, akiknek ez az első olyan karácsonyuk, amikor egyedül maradtak. A te szent lelked vigasztalásával ajándékozd meg őket. Kérünk, segíts minket most az ünnepek csendjében eléd állni. Sokkal többet és őszintében imádkozni. Önmagunkat és a tőled kapott feladatainkat világosabban látni, tőled való erővel, felülről való bölcsességgel beteljesedni. Add meg családjainkat, szeretteinket, gyülekezetünket, országunkat, magyar népünket és nemzetünket. Rád bízunk magunkat, testünket és lelkünket, örök életünket. Fiatban, Jézus Krisztusban. Amen.
testvérek, mondjuk el együtt fennhangon, ami Urunktól tanult imádság. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is. Mindenki kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássunk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Adakozást kérdetek, adakozzanak a testvérek jó szívvel, tudván azt, hogy a jó szív adakozó szereti és megáldja az Isten. Áldásvételre készülve, fennállva, énekeljük itt való énekünket, a 461. dicséretünket az első verszakában. Mindig velem, Uram, mindig velem. Jó ember maradtál, így éled
életet, éltető nap sugározza a fény neked. Szeresd az embert lelkedből úgy igazán, nem egy pillanatig, hanem nap-nap után. Kívánom neked, legyen szép az ünnepet, szeretteid körében éld az életed. Vár még rád boldogság, millió szeretet, kellene szép karácsony kívánok neked. Elgondolkoztál már a folytatáson, az én gondolatom bizony nem jár máson. Szeretet melegít, hogyan vigyük tovább, hogyan élünk szebben, hogyan teremtsünk csodát. Csak eltakarjuk halott fenyők lombját, és nyakunkba akasztjuk a munkakoronkját. S visszazökkenünk, s a kívánt úton járunk, és ismét egy új éven át egy új karácsonyt várunk. Az életre karácsony, haragcsel tűn, émenzettünk, messze csonk a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falumban. A messiás boldogságot szokott hozni, mintha az én a templomban hosszú sorban indulnak el ifjak lények, mint az én kedves kis falunkban minden szív hálát adnak a magasság istenének, mintha itt lenne a nagyisten szent kegyelmes sukna szála. Az én kedves kis falunkban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bánja láttam a nagyváros durvazaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha az a szép reggel igaz hitté válna, oda nagy boldogság szállna a világra. Ha az a gyarló ember ember lenne, óra talizmánya lenne a szomorú útra. Golgotha nem volna ez a földi élet, egy nagy erő hatná át a nagy mindenséget. Ne volna más vallás, ne volna csak ennyi, imádni az Istent és legmár szeretni. Elmúlik a karácsony, elmúlt a karácsony, mi maradt belőle? Jutott-e gondolat az új esztendőre? Adott-e jó érzés, volt-e öröm benne, ami az új évre útra való lenne? Megérkezett-e a krisztusi ajándék? Világot jobbító, felemelő szándék? Vagy csak szórakozás szolgált ez az ünnep? És az öröm percei gyorsan tovább tűnnek. Ölbeírjük? Nem tudom. Nem tudom, mi miért történik. Az emberek egymás miért nem szeretik? Miért harcol egymás ellen a világ? Hova lett a kedvesség és a jóság? Nem tudom, miért van sok helyen háború. Miért fedi be életünk egét a ború? A gyűlölet vajon miért uralkodik? S a barát a baráttal miért fiaskodik? Nem tudom, miért válnak szét a családok. Miért nem valósulnak meg egykor megálmodott álmok? Miért hullanak fájó könnyek? És a szebb napok miért nem jönnek? És azt sem tudom, miért választ el minket a kegyetlen halál? Miért kell ott állunk szerettünk sírjánál? Miért van bánat és fájdalom? Ó, én ezeket mind nem tudom. De azt tudom, hogy van Isten, ki átlagol szerintem. S ha bár nem ígér könnyű utat, de mindig irányt mutat. Tudom, hogy nem kell félnem, csak vele együtt kell élnem. Minden reggelt vele kezdeni, és minden estét hálával fejezni. Nem tudom, mi miért történik, de az én szívem a jó Istenben bízik, és bátran mondhatom köszönöm, még akkor is, ha nem tudom. Pecnik Pál, karácsonyi úton. Karácsonyi úton fut ma a világ, fölé hajol millió karácsonyfa ág.
Karácsony fagyertyán fényüzene hull, karácsonyi úton vágtatunk vadul. Beszerezni mindent, ami jó, mi szép, üzletből üzletbe tolom most a nép. Karácsony ünnepén minden meglegyen, karácsonyfa álljon fényben, díszesen. Karácsonyi úton láthatatlanul, tolongó tömegben otthon az Úr, aki Betlehemben üdvünk hozta le, vele nem törődik ma már senki se. Karácsony ünnepén eszmély ó világ, Jézus tart meg, s nem a karácsonyfa ág. Yeah.
Hála szívvel köszönjük bizonyságtevőket, köszönjük a szolgálatokat, a verseket, szavalatokat, énekeket. Szívünkig hatoltak, még szebbé, még áldottabbá tették a mi ünneplésünket. Isten áldjon meg benneteket, mindnyájátokat. Isten adja tovább is a szívetekben a vágyat az ő bizonyságtételére, arra, hogy róla verseket és énekeket mondjatok, énekeljetek Isten dicsőségére. Isten áldás legyen és maradjon gyülekezetünk hittanosaival, gyermekeivel. Köszönjük a felnőtt énekarnak a szolgálatát. Isten áldja meg őket is. Ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Ünnepünk végéhez érkeztünk itt a templomban, de az ünnepből maradt még néhány óra, amit használjunk ki arra, amire Isten nekünk adta. Vigyük magunkkal a karácsony örömhírt, az evangéliumot. Zárjuk a szívünkbe, éljük meg, teremjük az evangélium áldott és jó gyümölcseit. Legyünk Istennek áldott pásztorai, áldott hírvivői, akik rátalálnak a megváltó szeretetre, és elmondják, belekiáltják a világba, Krisztus szeret engem. Krisztus megszületett értem. Krisztus meghalt és feltámadott értem, hogy nekem mennyei örök életem legyen. Ez az az örömhír, amely mindig vidámítson és boldogítson meg bennünket. Ez az az örömhír, amely töltse meg örömmel akkor is, amikor szomorúság vesz körül bennünket, veszteségünk van és gyászunk van. Fölfelé nézzünk, Istenre tekintsünk, mert egyedül benne van a mi vigasztalásunk, benne van megerősítésünk, és benne van a mi örök életünk. Isten áldja meg a mi további ünneplésünket, a mi családi közösségünkben, családi hajlékainkban. Alkalmunk végén énekeljük záró énekünket, a 458. dicséretünket. A 458. dicséretünk mindhárom verszakát énekeljük. A dicséret első versét kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.